Szevasztok, Jupi vagyok, Diablo Immortal negyedik része következik. Jó kis sorozatot csinálunk ebből, ugye itt hagytuk abba, hogy itt vagyunk a bázison. És megnézzük, hogy mit akar ez a fickó itt tőlünk, vagy mi mit akarunk tőle. Hát van egy csomó cuccunk, hogy az előző részt ott hagytuk abba, hogy kicseréltük azokat a dolgokat, amik nekem nem voltak jók, illetve a jobbakat raktuk fel a rosszabbak helyébe. Na, hát ezt szépen megfogalmaztuk, na mindegy. Nem tudom ez mit csinál, de én megszabadulok most az utcoktól, pénzt sajnos nem kapok érte. Hát rendben legyen nála, egyenlőre pénz még nem kell, vagy nem látom úgy értelmét ennek az egész dolognak. Adjuk el mindet. Azért is jöttem vissza, mert közben dumáltam itt ezt, már mondom, menjek el, nem menjek el, de mindegy, adjuk el mindet, majd szerzünk. Lehet itt adni egyszerre többet is. És hát nem tudom mit csinál vele. Na mindegy, mert ebből nem látok semmit. Na menjünk a kis küldetésünkre, ugye megint beszélni kell ezzel a csávóval. Jó. Gyorsan letárgyaltuk ezt, majd ha valaki le akarja fordítatni, akkor megállítja a videót és lefordítja. Az előző részben még hagytam egy kis időt, közben egy kibújt valami kis szellemecske. Csodálatos. Most nem történik semmi, hogy mi van? Ne dumálj annyit, haver, harcoljunk, ha kemény vagy. Rogy. Kiszáll belőle a szent lélek, na mindegy, erről ennyit. Na beszélgessünk tovább. Oké, okay, thank you my friend. Most mi történik? A take the world map. Na nézzük meg a world mapot. This is sanctuary. To protect it, you must cross many lands. Where forgotten evils linger. Yet must go without fear. Into the heart of the unknown. This burden falls to us. A chance to fight the darkness. To ensure our home survival. For a new evil covets the World Stone's power. If a shard falls into Hell's clutches, our world will burn. Hát reméljük nem fog égni a világunk. Én fordítottam le Google fordítóval, ha valami nem volt pontos, akkor sorry. Igyekeztem, megmondom őszintén, de remélem, hogy tetszett. Na, hát folytassuk tovább, akkor merre kell itt menni? Menjünk akkor lefele. Azért úgy gondoltam, hogy az én ilyen kis videókat én le fogom fordítatni. Invite party. Na, itt valami új dolgok jönnek. Battle.net friends. Jól van. Na. Ezek a küldetések. Kaptunk Wordham-től izét. Begyűjtünk mindenféle szuccot, amit adogatnak itt nekünk. Szóval, hogyha lesz ilyen kis videó jelenet, vagy valami, mint az előbb is volt, akkor azt le fogom fordítani. Jó! És úgy gondoltam, hogy ez tök menő. Kis energiát igényel, de szerintem tök jó. Úgy látom, hogy bejött itt ilyen csetünk, hogy mi a franc, ilyen kínaiak, koreaiak, oroszok, mindenki írkál. Egyenlőre én csapatom, nem tudom, hogy online lehet-e velük játszani. Az első napot teljesítettük, hát ez tökéletes. Na, menjünk. Sziasztok, kutyusok. Na, jött egy valaki segíteni. Még egy valaki. 12-es szintűek vagyunk. Azt ilyenkor ők veszik fel a mannát, meg mindent. Gyilkolászatok akkor, kutyák. Nézd, milyen kínai nevek vannak itt. Na hát, ez volt a küldetés, hogy ide jöjjünk. És egy Diablo Immortales töltést gyorsba kivitelezünk. Vagy mégse, de elég gyors volt. Na hát, merre tovább? Hát egy ilyen kis portálszerűség. Nem portál, térkép. Hát, haszna nem nagyon volt, nem mindegy. Sziasztok, zombik! Kaptok egy fireballt.
elég jól darálódik most már. Elég szépen égnek megfele. Tök menő. Madárkák is elszálltak. Na. Azt hittem nem fog kinyílni, de kinyílt. Megmentelek a csikos. Vagyis fogi. És kössözzük már le egy te csajét. Minden oké is? Ide a pénzedet. Hát beszéltünk a csajjal. Valami házat kell neki vinni, vagy mi? Jó. Hát akkor menjünk és csináljuk, nem? De elsőnek nézzünk itt körbe, itt mi van. Semmi, itt egy hulla. Kifordultottuk a belét és kaptunk egy kis pénzt, a nagyon jó. A gold mindig jól jön, bár nem tudom, hogy még mi haszna van, nem mindegy. Cső. Mire megmozdulnak, meghalnak. Ennyi. Profizmus kérem. Mi az, hogy hozzám érsz? Minden szar felveszünk. Na, ez plusz XP-t ad. Ha gyilkolászunk. Úgy van. Kicsit még béna vagyok, majd igyekszem egy kicsit jobban odafigyelni a játékra is. Nem megvárni, még tűzelít minket. Na, hát ez, hogy került ide ez a hulla. Ez eddig is itt volt. Vagyis hát nem hulla, hanem ez az ember. Ulrik. Ulrik fám sohtrencseng. Jó, mi? 1000 koldoszt kaptunk tőle. Hát, nem tudok bevenni sehova. Úgy látom, úgyhogy futi, kövessük a nyomot. Mindig van ez az XP gyorsítás, jó lenne valami, nem is hozzá. Új event van, haver. Meg kell ölni, ha izé. Már egy meg is van. Hát ez csodálatos. Már nem hiszem, hogy fogok vele foglalkozni, na majd meglátjuk. Szerintem nem dögik meg soha. Mondjuk így, hogy itt vannak, így fogok vele foglalkozni, nem fogok innódni kereséssel. Hát meg is van a hat. Mondjuk megérte megcsinálni, mert kaptunk egy csomó ilyen mentső cuccot. Hogy hova tűnt a láda, azt ne kérdezzétek, hogy nem volt ott láda, vagy én láttam rosszul, de úgy láttam, hogy volt ott egy láda. Amiből kijött ez a sok cucc. Na, 30 gold végre valami. Eddig ugye csak 10-eket kaptunk. Ezt nem lehet kiinni, ezt a kutat, de szar. Na mindegy. Futi van tovább. Mit csinál az ott? Dik kukacok. Kidobott egy élettöltőt. El is veszük. Ó, ez most minek jött ide? Bezsöbeli itt ez a izéket. Cuccokat majd tőlem. Nem vette fel a goldot, miért nem? Mert lehet, hogy ugyanúgy dobott volna neki is. Most meg ugye én nem kaptam semmit, úgyhogy nem tudom. Egy lehet, hogy az első rész számít. Ő is megy a küldetés után. Cső. Jó. Élettöltő. Mindig jól jönne, már 13-asok vagyunk, úgyhogy az már nem rossz. Szerintem. Az összes részt láttátok egyébként, nem játszottam csak úgy. Ez mit csinál? Egy csontrakás, és nem adott semmit se. Adhatott volna egy kis pénzt. Egy kis money. Na, itt meg mi az össz van? Kiszíja neki az életét. Vagy valami olyasmi. Vagy megfojtja.
Direkt mondtam úgy, hogy kiszívja, amúgy, csak szólok. Kiszívja is lehetett volna. De az úgy nem jó. Úgy látszik, ki kiszívja a második emberét is. Na, Lux! Nem az volt, hogy a varázsolódva a bázisunkba? Úgy kivételesen. Kíváncsiságképpen mondva. Kicsit hosszúra sikerült ez a rész, úgyhogy sorry. Ha valaki eljut idáig. Kommentbe írjátok csak le. Én eljutottam idáig. Csak egy ennyit. Én eljutottam idáig. Csak úgy kíváncsiságból. Bár nem hiszem, hogy lesz komment, nem mindegy. Still waiting. Én eljutottam idáig. Nyugodtan jött. Meg a szub is. De gönyörűen megy. Na hát ez legalább adott cuccod. Szóval szul. Lehet, hogy nem ő volt oda varázsolódva a bázisunkra. Mindegy, ti előnyben vagytok, majd visszatekeritek a videót és megnézitek. Ugye, akiből kiszállt a csontváz szellem, vagy mi volt ez. Arra gondolok. Elsősorban. Mit lehet itt csinálni? Szavasz. Te mit csinálsz itt? Guar. Hát semmit. Hirtelen változott a küldetésünk, nagyon izgalmas. Lehet, nem kellett volna vele beszélgetni, nem most már mindegy. Most már gyanázzunk tovább. Ketté vághattam volna a videót, de már nem volt kedvem kiindulni vele. Mondom, amikor megcsinálom egybe. Azért lett 20 perc. Ja, bocsi. Van valami a térképen jelzi. Azt a tornyot, mi az a torony, hogy mit csinál? Sziasztok! Az élettől el kéne, de annyira harcolok, hogy nem veszünk fel! Vicceltem. Na majdnem megdöglöttem, basszus. Na! Hát ez valami pajzsot adott ez. Nem ártott volna a csata elején felvenni, de most már mindegy. Hú, hát ide le kéne menni, de amúgy nem akarok. Majd lehet, hogy későbbiekben legyanázunk. Egyelőre menjünk a tappancsok után. Na mi van, nem jössz? Na! Hát nem sokat védett a pajzs, hanem maradjunk annyiba. Itt egy felkiáltójá. Cső, haver! Mit tudsz nekem mutatni? Itt egy enemy. Nem ugorna, addig én ezt megölöm. Na most megint valaki mi a hatot meg kell gyilkolni, úgy látom. Na hát ilyen zombik vagy mi? Térkép mondjuk jelzi. Igaz a szerencsé. Na, full power-ek vagyunk. Kicsit erősebb most a lövésem. Hol vannak már az enemik? Gyertek, kutyákok! Már kettőt megöltünk. Akkor nem a pók lesz az mi. A Scorpio. Az a Scorpio. Szóval a Scorpio nem pók, nem mindegy. Erről ennyit. Simán felismertem mi. Kész a küldi. Számára innen gyík. Na. Na, ez hova teleportál? Sehova. Megvédtelek, szart ki a védelmi pénzt, öcskös. Hát ezt jól előttük. Valami boss lehet. Aha, mondjuk is írja felül a nevét. Gorman, a boss Gorman. De ezt is jól előttük. A profizmus kérem szépen itt mutatkozik meg. Hát ez a izé, ez a lézer, ez a katasztrófa még mindig. Most annyi? Hát mégse. De mindegy, a lényeg, hogy nyertünk. Navigáción pause. Cső, mit tesz nekem? Átváltozott ládával, beszalsz. Hú, mennyi cuccot ad.
akarod, mert nem akartam veled beszélni, a cuccokat akartam felvenni. Azt hittem, hogy hirtelen tele van inventory-ing. De nem, még van hely. Viszont van itt egy csomó jó dolog, csak ki kellene cserélni. Mondjuk ez 5 damage-el jobb csak, viszont power 45-tel pluszosak. Hát az életben sokkal jobb, 40-nel. 43-mal, bocsánat, viszont egy vitalit buktunk. Viszont ez jobb, király. Van még egy kis szarok, plusz 27 élet. Hú, ez viszont nagyon jó, plusz 175 élet. Na hát erről ennyit. Ez kemény volt, ez jó csere volt. Na hát mindjárt félig van az életünk. Ugyebár a sok ruhának köszönhetően meg extra cuccnak. Itt vannak a goldok. Miért vannak itt a goldok eldobálva? Nem zavar, hogy üldöznek amúgy benneteket? Benneteket sem. Boom! Mind meghalt. Elfújta őket az ellő. Nem az ellő pistol. Durva, hogy kigyulladt a hír, vagy mi a franc. Itt egy hulla, add ide a pénzt. Nem semmi 20 gold volt nálad. Ez egy csóró hulla volt. Ez nem tudta, hogy gazdagon kell meghalni. Nem sem tudom mondjuk mennyi pénz van nálam. Mondom, itt a nagy elment, azt lehet, hogy csócsóró vagyok. Csócsóró. Na hát, ezek szépen meghaltak. Mindjárt ott vagyunk, kész küldi! Temető. Mi gondolta volna? Na ez az, dobálját csak. Ennyi? Három szerencsétlen csontváz, ne szívas már. Vannak már többen is. Ha jól látom. Sima, hogy hozzám sem fognak ilyen olyan lassan jönni. A trutyiba majdnem beleszaladtunk. Túl jó vagyok. Hát az összes élő holtat kinyírtuk. Na, mi van itt? Itt csatáztok a csikösök. Na, most hasznos volt a lézer. Ez túl volt, meg is öltük a 25 valakit, akit meg kellett, ugye bal felül látszódik. Keresni kéne egy élettöltő potiont. Nem akarom elpocsékolni azt, ami nekem van, nem akarom. Amint nem kapnék másikat szerintem. Na mindegy. Na, itt egy új bázis. És töltődik az életünk. Ugye milyen jól tettem, hogy nem pocsékoltam el. Van ilyen chestünk. Ajde, tudok kipakolni cuccokat. Kérdés, hogy megérje. Mivel jobb ez? Jobb a powerje. Aha, 180 élet pluszba. Az nem volt rossz, ez plusz 18. Teljesen jók vagyunk. Hát én szerintem minden nem rakok bele semmit. Na mik vannak itt? Itt ilyen gyémántos emberkénk, minden van. Kérdéses, hogy mire jó vagyok kezni. Például. Valószínűleg a későbbiekben még jó lesz valamire. Lehet már ti eljutottatok oda. Na! Hát jó. Nem tudom, mit történt. De ezekkel se kaptam pénzt. Majd lehet rászállnom az időt és rájövök majd mi az. Csodálatos térképünk van. Nyilván egy portál lenne szerintem. Te adod a küldetést, haver! Viszont majd csak a következő videóban, srácok. Jó? Remélem nem gond. Én itt gondoltam abba hagyni ezt a részt. Kicsit hosszúra sikerült a negyedik, úgyhogy ezért is bocsi. De hát ez van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, mára búcsúzom.
Van Discordunk, illetve Facebook csoportunk, ha valaki akar csatlakozni, azt is megteheti, link lent van a leírásban. Feliratkozás, lájkot elfogadom, köszönöm szépen, srácok, azt is, hogy itt voltatok, legyen szép napotok, meg ilyenek. Szevasztok!